Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket az Árnyék Kormány sajtótájékoztatóján. Az Orbán kormány a benzinkutakon bizonyítja, hogy az idei év is a megszorítások éve lesz, hiszen még a január sem telt el, már is túl vagyunk már 4 benzináremelésen. Ez azt jelenti, hogy már most évi 40-50 ezer forintot vett ki az autósok zsebéből a kormány, miközben a dráguló üzemanyagok miatt minden más is drágulni fog a boltokban. Az Árnyék kormány szerint nem emelni kell az adókat és az árakat a gazdaság beindításához, hanem éppen ellenkezőleg érdemi csökkentésre van szükség. Az Árnyék kormány adócsökkentéssel tudná garantálni a literenként 500 forint alatti üzemanyagárakat a magyaroknak. Ehhez az alapüzemanyagokon lévő 27%-os áfát átmenetileg a jelenlegi piaci helyzet fennmaradásáig 5%-ra kellene csökkenteni, míg a jövedéki adót a benzin esetében literenként 70 forintra, a gázolaj esetében literenként 20 forintra kellene csökkenteni. Ez lenne a megoldás, nem az újabb megszorítások és az adó, valamint az áremelések. A Dobrev Klára vezette Árnyék kormány szociáldemokrata fordulatra készül a kormányváltás után. Adó és áremelések helyett adó csökkentést és béremelést, a milliárdos elit kiszolgálása helyett igazságos Magyarországot akarunk. Aki azt gondolta, hogy Orbán Viktor megelégszik a január első felében két részletben végrehajtott 40 forintos üzemanyagár emeléssel, az tévedett, azóta két újabb emelés történt a kutakon. Tekintve, hogy még csak január van, a kormány sorozatos emelései sötét képet festenek előttünk álló időszakról. Ha egész évben úgy fogják követni egymást a benzináremelések, mint januárban, akkor az idei évben még 44 benzináremelés van előttünk. Ebben a Fidesz milliárdosain és az olajcégeken kívül mindenki tönkre fog menni a családoktól kezdve a vállalkozásokig. Az Árnyék kormány szerint nem emelni kell az adókat és az árakat a gazdaság beindításához, hanem éppen ellenkezőleg érdemi csökkentésre van szükség. Az Árnyék kormány adócsökkentéssel tudná garantálni a literenként 500 forint alatti üzemanyagárakat a magyaroknak. Ez lenne a megoldás, nem az újabb megszorítások és az adó, valamint áremelések. A Dobrev Klára vezette Árnyék kormány szociáldemokrata fordulatra készül a kormányváltás után. Adó és áremelések helyett adó csökkentést és béremelést, a milliárdos elit kiszolgálása helyett igazságos Magyarországot akarunk.